A Fizikabusz tavaly óta üzemel, és eddig több magyarországi településre látogatott el, idén pedig először jutott el a vajdasági diákokhoz is. Ez egy interaktív utazó kiállítás, amely több tárlatot, előadást és kísérletbemutatót is tartalmaz. A busz első felében nanofizikai kísérletek vannak, a hátsó felében meg nagy energiás részecskefizika, a CERN-nek a világa, a detektorok, a gyorsítólánc, azokról lehet többet megtudni. A Tudományok útja elnevezésű rendezvényt harmadszor szervezik meg. Idén az utazó kiállítás 4 városba látogat el. Óbecsén a TÁN emlékházban szervezték meg a programsorozatot. Az idei év azért más, mert több helyszínen fognak történni ezek az előadások, illetve az interaktív kísérleti bemutatók. Az idei helyszínek Óbecse, Ada, Magyar Kanizsa, illetve Zenta. Nekem az a kísérlet tetszett, amikor a lepke szárnyát megvizsgáltuk a víz hatására, hogy mi történik vele. Alkohol csöpögtettünk rá, és akkor az megváltoztatta a színét. Ezzel azt szemléltették, hogy a lepke hogyan védi meg magát a víz elől. Érdekes volt, sok újat megtudtunk. Például a színekről, hogy milyen fényben, milyen részecskék, milyen színt vernek vissza. És a részecske gyorsítókról is az is érdekes és jó téma. Holnap június 5-én a Fizikabusz Magyar Kanizsára és Zentára utazik, a Zentai Művelődési Ház kiállítási termében pedig délután 16 és 19 óra között tudományos témájú előadásokat, bemutatókat és műhelymunkákat tekinthetnek meg az érdeklődők.